Találkoztam a Lakatos Márkkal egy párszor, elkezdtünk dumálni, és akkor tudtam, hogy abból kell levenni sokat, és akkor azt az arányt valahogy meg lehet találni. Leginkább az érdekelt minket ezzel a szereppel kapcsolatban, hogy azokat a meleg sztereotípiákat, amiket szoktak használni a szórakoztató filmekben, tehát ugye a meleg fiú így beszél, és azt mondja, hogy az ne legyen. Tehát, hogy ezt a képet valahogy árnyaljuk, nekem van nagyon sok meleg haverom, és egyik se így beszél, normál középhangon beszél mindegyik. Azt mondd el nekem, a Csoki Gyuszi honnan jött? Hú, ez jó kérdés. Azt hiszem Sanyival beszélgettünk, hogy milyen jó kis szólása lehetne ez az embernek, és akkor előbb a Csoki Nyuszi, meg sok már nagyon sok fajta verzió volt, és a Csoki Gyuszi maradt végül. Forgatás óta mennyit mondott, hogy Csoki Gyuszi? Ja, hát ez remélem nem az én dolgom most már mondani, én most már mondtam eleget, hát remélem, hogy majd a nézők mondogatják. Azt fontos kiemelnem, hogy nem a baleset miatt történik a változás. Balesetet követően történik, de a változás az jó, az a baleset előtt történik. Nem volt nehéz, igazából el kellett gondolkodnom ezen a nagyon abszurd ötleten, hogy mi lenne, ha ez a valóságban megvalósulna. Én azt gondolom, hogy egy történetnek az a feladata, hogy és a fantáziának, hogy a legszélső értékekig elmerészkedjen, vagy még azon is tovább. Hát ez most elmerészkedett. Hogy azt hogy lehet megcsinálni, hogy ez egy meleg csávó, de a meleg sztereotípiákat nem vonultatja fel, egészen addig, amíg azt nem érzi, hogy ő tulajdonképpen már nem meleg, mert elkezdett érdeklődni a nők iránt, csak hogy le ne bukjon, azért elkezd úgy viselkedni, mint a legrosszabb ilyen meleg paródia. Tehát van egy ilyen vígjátéki része is. De tulajdonképpen ez volt, hogy lehet úgy megcsinálni, hogy azért ez érezhetően egy meleg pali legyen, de ne legyen ez túlmutogatva, vagy nagyon magyarázva. Miért Karajos Gábor lett a partnere? Hát igen. Csak azért, mert egyszerűen lenyűgöző és sodró volt az emberség és kedvesség, ami belőle jött. És az egyszerűen lefegyverző volt minden szinten. Úgyhogy örömmel adtam neki azonnal ezt a szerepet. Gesztusokat mennyire gyakoroltad? Hát kicsit nehéz, tehát hogy azért nem tudtad, hogy azért találkoztam a Lakatos Márkkal egy párszor, elkezdtünk dumálni, és akkor tudtam, hogy abból kell levenni sokat, és akkor azt az arányt valahogy meg lehet találni. És milyen volt Karajos Gábor csókja? Az egy nagyon-nagyon rövid kis rész. Én nekem volt már ilyen filmben, például Nagy Ervinnel kellett egyszer smárolni. Én azt gondolom, hogy egy színésznek ez a dolga, ezért kapja a fizetését, hogyha egy ilyen filmet játszik, akkor azt tegye bele. Hát nem fogok rászokni, de hát ez a dolgom, úgyhogy ennyi.